Sziasztok srácok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy újabb GTA Online heti frissítéses videóban. Ahogy ezt már megszokhattátok ezen a csatornán, ismét bemutatom nektek legújabb akciókat, pénzszerzési lehetőségeket, belépési bónuszokat és minden mást is, ami érkezett ezen a héten a játékba, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, nézzük a részleteket. Nos, a jelenlegi hét december 30-ától egészen január 6-áig fog tartani, mint láthatjátok, sajnos a hó eltűnt a játékból, de érdekesség, hogy a karácsonyi kiegészítők még továbbra is bent vannak, úgyhogy lehet, előfordulhat, hogy január 1-én ismét bekerül egy-két napra a hó, ezt majd meglátjuk, viszont ami biztos, hogy jött bejelentkezési bónusz, egyrészt kaptunk egy ingyenes maszkot, egy ingyenes pulóvert, tűzijátékokat, full snacket, full armort, 25 sticky bombot, 25 gránátot és 5 Proximity Mind, amolyan újévi ajándékként a Rockstartól, és ezek mellett egy parti nyakláncot, illetve egy hozzá passzoló parti szemüveget is. Fantasztikusan néz ki ezektől a karakterem, próbáljátok fel ti is, és szerezzétek meg, hogyha tetszenek. Nézzük a pódium autót, mert hogy más belépési bónuszt nem jött, nos a pódiumra nem más került fel, mint a Vapid Slam Track, ami egyrészt borzasztó szürreálisan néz ki a kaszinóban, másrészt pedig 1.310.000 dollárba kerülne, ha most nem lenne lehetőségünk egy teljes hétig ingyenesen kipörgetni, de természetesen van, úgyhogy sok sikert kívánok ehhez mindenkinek. Nézzük a Price Ride-ot, ide pedig az Ardent került fel egy igazi, nagyon hangulatos kis karácsonyi festéssel, hogy ez is ingyenesen a tiétek lehessen, a top 4-ben kell végeznetek 8 Los Santos Carmit versenyen, csak úgy, mint múlt héten, ehhez is sok sikert és kitartást kívánok mindenkinek. És szokás szerint jönnek a tesztautók, balról jobbra haladva kipróbálhatjuk most az Ennis Remust, a Karin Futó GTX-et, és végül de nem utolsó sorban a Karin Calico GTF-et is. Térjünk is rá az akciókra, 40%-kal olcsóbb most az összes Special Cargo Warehouse, a CEO irodák, illetve a fejlesztéseik is, bár azok csak 30%-kal, továbbá 30%-kal olcsóbb most a Cypher és a Dinka Jester RR, 35%-kal az Ocelot XA21 és a Zentorno, 40%-kal pedig a Bravado Verli RR, a B11 Strike Force, a Rouge és végül de nem utolsó sorban a Dominator ASP is. Ennyit az akciókról, nézzük a pénzszerzési lehetőségeket. Dupla szorzót kapott a Special Cargo eladás és a VIP workök, illetve másfeles szorzót a Security kontraktok és a Payphone küldetések, amit nem csak a másfeles szorzó miatt érdemes csinálni, hanem azért is, mert aki teljesít legalább egy Payphone hit küldetést január 6-áig, tehát ameddig tart ez a hét, az kapni fog 200.000 dollárt ajándékba, a pénzre január 6-a után számítsatok 72 órán belül, tehát pár napon belül. És akkor ne feledkezzünk meg a kettő szokásos time trialról sem, az RC Banditos a Vespucci Beach, a Land Vehicle-os pedig a Lake Vinewood Estates, mindegyikért a megszokott 101-101.000 dollár jár, szóval mint mindig most is érdemes teljesíteni őket. És ezek volnának a pénzszerzési lehetőségek a héten, ami még fontos, hogy jött ismételten egy új autó a játékba, a Mammoth Patriot Mil-Spec nevezetű jármű, amit rate price-szal 1.282.500 dollár, ehhez 15 security kontraktot kell teljesíteni leaderként, ez fontos, a sima ára pedig 1.710.000. Holnap délután az év utolsó streamjében feltuningoljuk ezt az autót is, most viszont ennyi volt ez a videó, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, holnap találkozunk, Dani voltam, sziasztok!